Idén már negyedik alkalommal rendezi meg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Kalocsai Roma Kultúra Napját, mely egy pályázat útján valósulhat meg. Idén 350 ezer forintot biztosított rá az EMET. Nagyon színes programokkal készülünk, talán ez most egy igen kimondottan a kultúráról fog szólni. Szinte csak roma fellépők lesznek. Lesz példakép bemutatása. Ez egy kötelező pályázati elem. Most Burai Béla, a Bács-Kiskun megyei cigány önkormányzat kulturális bizottságának elnökével fog beszélgetni, dr. Magoné Teod Gyöngyi, a Kalocsai Kulturális Központ igazgatója. Ám a programok sokasága közt lesznek még táncbemutatók, hagyományos cigány ételek főzése, verselőadások, de még ezzel sem ért véget a sor. Föllépnek majd a kalocsai hagyományőrzők, illetve Rafael Duó szabadszállásról, sztárvendényként pedig az ismert cigány énekesnő Leila fogja szórakoztatni a közönséget. De ezen kívül terveztünk gyermekprogramokat, ezekben a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kalocsai csoportja fog segítséget nyújtani. Arcfestés, színezés, ugrálóvár és különböző vetélkedők várják majd a gyerekeket. Az évek folyamán, bár több tíz éves hagyománya még nincs a rendezvénynek, mindig sok érdeklődőt vonzott ez az esemény. Tapasztalatunk szerint hát az első az még ott körülbelül 200-an voltak, második, harmadiknál már 300-an. Most úgy gondoljuk, úgy készülünk az étellel is, hogy egy 4-500 ember lesz, de valószínűleg miután meg tudtunk kihívni egy ismertebb énekesnőt, hát körülbelül azt számoljuk, hogy 800 ezer ember lesz itt hátul majd az udvaron. Tehát várnak mindenkit. Augusztus 3-án egészen délután 3 órától a 4. Kalocsai Roma Kultúra Napjára, ahol a megannyi színes program között biztosan mindenki megtalálja majd a kedvére valót.